Gyerek zsivajtól volt hangos az újtelepi játszótér június 9-én szombaton. Itt tartotta meg gyermeknapi rendezvényét a Sáréti Értelmiségi Roma Fiatalok Egyesülete. A gyereknapi program délelőtt 10 órakor kezdődött, s a nap során érdekes és izgalmas játékokat próbálhattak ki a gyerekek. Ez egy újtelepi gyermeknap. A célja az, hogy minél több gyereket próbáljuk a gyereknapra sergenten, hogy jöjjenek el, érezzék jól magukat. Egy nap, igaz, hogy kevés időnk áll rendelkezésünkre, de ez a kevés idő, ami van, ezt megpróbáljuk úgy, hogy minél jobban érezzék magukat a gyerekek. Van egy olyan, hogy zsákba futás, abban lesz több variációs. Van célba dobás, dobozokat kell ledobálni, akkor különböző ügyességi játékok, ilyen csokikat kell megenni madzagról, etetőversenyek, meg kötélhúzás, hullókarikázás, lesz egy aszfaltkrétázásunk, hogyha van rá igény, majd ott rajzolnak a gyerekek, majd kitalálunk valamilyen témakört, és annak megfelelően. Minden gyerek, amelyik állomáson megy, egy kis csokit kap, amelyik nyernek, vagy olyan vetélkedőnk vannak, ahol vannak első helyek, ott egy táblacsokit kapnak. A gyereknap lebonyolításában sokan segítették az egyesületet. Az újtelepi családok 200 forinttal járultak hozzá, hogy megvalósulhasson a rendezvény. A befolyt pénzből pedig megvásárolták az ajándékokat és az édességeket. Volt egy olyan ötletem, hogy csináljunk egy gyereknapot, és ebből az ötletből arra gondoltam, hogy megkeresem az összes újtelepi lakást, és minden lakástól, minden háztól úgymond 200 forintot összegyűjtök. És ezekből a pénzekből, plusz még a polgármesteri hivatal segítségével és a közmű alapítvány támogatásával, és sikerült ezeket a dolgokat megvennünk, a üdítőket, a csokikat, akkor különböző olyan tárgyakat, amivel versenyeztetjük a gyerekeket, plusz még nagy segítségemre volt Katona Lajos, Fekete László és Kozma Jancsi, mert ezek segítettek nekem, plusz játékokat ők szedték össze, meg a Fuhardíjba segítettek, plusz még meg kell jegyeznem Rácz Jutkájékat és Csátiné Rózsga nénit. Nagy köszönetet nekik, főleg az újtelepi lakosoknak, akik beadták ezeket a 200 forintot. Nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani, hogy ez is bizonyítja, hogy sokszor leírnak minket újtelepieket, de ez a nap is mutatja azt, hogy ezek a 200 forintok, amit beadtak, és meg kell jegyeznem, hogy 214 lakás adta be, ami nem egy kis szám. Nagyon nagy köszönetet kell mondanom, mert önnélkülük ez a mai nap nem jött volna létre. A nap folyamán volt zsákbafutás, célbadobás, melyek teljesítése után a gyerekek édességet és ajándékot kaptak. Olyanok is voltak, akik megmutatták énektehetségüket az ideiglenesen felállított színpadon. Vigyázz! Meg! Bocsátok ki a csokit! Bontsd ki! Hajrá! Gyorsabban! Hajrá, Ági! Na, vigyázz! Gyerünk! Riporterünk megtudta, a legjobban az ugráló várnak örültek a gyerekek, de az érintettek elmondták azt is, hogy mit szeretnének még kipróbálni a nap során. Csoki evés, a zsákbaugrálás, célba dobás, már még az a focirugás. Nagyon jól tetszett, és még csak az ugrálóvát próbáltam ki. Mit szeretném még a mai nap kipróbálni? Zsákbafutás, csoki evés, meg a karaokét. Hogy érzed ma itt magad, és örülsz annak, hogy van ez a rendezvény? Igen, örülök, és jól érzem magamat. Az ugrálóvárat próbáltam ki, és szeretnék majd csoki evő versenyen részt venni. Az anyukámmal érkeztem, és nagyon jól érzem magam. Hát szeretek itt lenni, és örülök neki, hogy itt is van most ilyen rendezvény. A kilátogató szülők elmondták, nagyon örülnek annak, hogy egy ilyen rendezvény jött létre a gyerekekért, hiszen együtt eltöltenek egy szép napot, és közös élményekkel gazdagszanak valamennyien.
a célbadobó versenyt fogom vezetni, és meg gyerekek, három nevelgyermekem van, és őket hoztam ki. Itt lakunk az Újtelepen. Úgy látom, hogy elég színvonalas lesz. A helyszín, hát ez az újtelepi játszóterünk, szépen rendbe rakták, hogy tényleg csoki evőverseny lesz, meg olyan kis ajándékokat fognak kapni, meg ez a csúszda, és hát ez rettentő nagyon élvezik a gyereket, meg én is persze, mert én is kipróbáltam. Kivel érkeztél? Kislányommal, a kisfiammal, játékos vetélkedő, büfé is lesz. Műsort fognak előadni, a kislányok táncolni fognak. Mi a jelentőség ennek a gyereknek itt az Újtelepen? Hát, hogy minél többen eljöjjenek, ugye, és hogy a gyerekikért tesszük, hogy gyereknap van. Csokoládét fognak kapni, kis csokit, és az első helyezett táblacsokit. Én a kötélhúzásnál leszek, hullahopp karikázásnál leszek. Nagyon jó, szerintem ez így tökéletes lesz, hogyha minél több gyerek meg el fog jönni, akkor az meg még pompás lesz. Mai napnak az a jelentősége, hogy ez a magyarósi ember nagyon sokat utána jár, és azt szeretném megmutatni, meg is mutattam már több alkalommal is, hogy valójában, hogy foglalkozik a hátrányos helyzetű gyerekekkel. De ez most összetételben ez úgy van, hogy magyar-cigány vegyesen egyben, mert ez az igazság, hogy el is férjünk egymás mellett, meg nem haragszunk egymásra, sem magyaros a cigányok, és ez egy lehetőség a gyerekeknek, mivel ez egy szép, hogy mondjam, a gyerekiknek egy emlék, a gyerekiknek, meg nekünk is, a szülőknek, mivel már én például nagypapa vagyok, és ez nekünk színvonalas is, meg szép is. A kultúrához is tartozik egyben, más lehetőség sajnos nincsen. Az újtelepi rendezvényen a gyerekek szemmel láthatóan jól érezték magukat, élményekkel és barátságokkal lettek gazdagabbak. A rendezvény igazi jelentősége pedig az, hogy egy közösségként együtt tölthették ezt a meleg nyári napot. Az eszemben szép.